5 perc elteltével a kezdeményezést mindjárt az elején magával ragadó kékmezes hazai bátaszék megszerezte vezetést. A nyári új szerzemény Tóth Tamás a jobb oldalon betört az ellenfél 16-osára, már gól helyzetben volt, amikor Seiler buktatta. Vitathatatlan 11-es. A büntetőt Botos Tamás magabiztosan a jobb alsóba lőtte. 1-0. Továbbra is a bátaszék irányította a játékot, védekezésre késztetve a majosiakat. Negyed óra elteltével 2-0-ra növelte előnyét a hazai csapat. Lekontrázták a majost, 3 gyors paszt után Lerch Marcel került helyzetbe, és szépen kilőtte a felkínálkozó jobb alsó sarkot. 2-0 a bátaszéknek. Illedezni kezdett a majos, a felívelésekkel, gyors játékosaik egyéni megugrásaival szorványosan veszélyeztettek is. Egy ilyen akció egyikéből gólt értek el a fekete fehérek. Lizák a középpályára visszalépve kiugratta a mozgékony Hók Attilát, aki még jobb helyzetben levő Bognárhoz játszott. A középpályásnak már nem volt nehéz dolga a bátaszéki kapuba juttatni a labdát 2-1. Szünet után egy többet futó, harcosabb majos jött ki, amely teljesen kiegyenlítetté tette a játékot, és kapura is veszélyes volt a vendégcsapat, megtalálva a réseket középen és a széleken egyaránt, amíg összeszokatlan bátaszéki védelemben. Jobb lett a meccs mindenképpen, és egy valóban szép akcióból egyenlített is a majos, tegyük hozzá megérdemelten. A szervező középpályás Hók Attila Nagy Norbert összjáték után a megyebajnokság gólkirálya Lizák meglépett a védőktől, és a jobb összekötő helyéről szép gólt vágott a bal felsőbe. 2-2. Mindkét csapat döntésre akarta vinni a dolgot, kiegyenlített küzdelemből a kombinatívabb futballt játszó, több jó egyéni teljesítményt felmutató bátaszék került ki győztesen. Megint Tóth Tamás, egyébként a mezőny legjobbja volt a főszereplő, a Szekszárról érkező játékos remek cselekkel nyitott folyosót, illetve területet. Mégpedig a kiugró Lerch Marcelnek a csatár maga elítette a labdát, és ahogy kell, védhetetlenül lőtt a jobb sarokba, 3-2 a bátaszéknek. Nem indultam hát a szívem visszahúz, ugye ide, hát maradtam volna szívesen Szekszárdon is, csak ugye hát a játék lehetőség nem úgy adódott, és hát persze ez volt a választásom, nekem játszani szeretnék, igen. Úgy gondolod, hogy itt, ha bizonyíthatsz a Megye egybe, a bátaszék egy jó csapat lesz a korábbi évhez képest, akkor még az NB3-ra nem mondtál, hogy még benne vagy a korba? Nem, tehát... hát ha lehet, persze az lesz, hogy mindig feljebb is, és osztályban is mindig feljebb legyek, hát és persze, nem ez a célom nekem se, ugye, csak visszajöttem, ugye az társaság is nagyon jó minden, feljebb akarok menni mindenféleképpen, úgy van. Szűcs Lázár, az egykori ismert játékos, aztán edző, 8 év pihenő után már elérve a nyugdíjaskort, igent mondott a bátaszékiek felkérésére az edzői poszton. És az új csapat játéka láttán bizakodhatnak bizony a szurkolók, ismét jó csapata lehet bátaszéknek. Így harmadszorra jött össze, mert még régen ezelőtt egyszer ilyen 10 évvel is kerestek a fénykorukba, akkor nem jött össze, meg... Tavaly is úgy volt, hogy esetleg én leszek, de nem én mellettem döntöttek, semmi gond, és akkor most így alakult, most az enyém a pálca. Szűcs Lázár úgy érzi, az a morális és szakmai válság, amit tavaly mélyre juttatta a bátaszéket, már megszűnt. Az volt a cél, hogy morálisan egy olyan csapatot csináljunk, hogy aminek van jövője. Én erre azt mondtam, hogy garanciát tudok vállalni, és mondták, hogy egy-két játékos a probléma, akikre azt mondták, hogy probléma, én... Az én kezem alatt kezes bárányok lettek, tehát semmilyen gondom velük nincsen. Az újak, az acsádi testvérek Tóth Tamás, Hén Ferenc, Tóth Balázs érkezésével nem csak fiatalodott, hanem szemmel láthatóan erősödött is a bátaszék, a csapat tényleg kész a küszöbön álló rajtra.